sok otthonlét, távoktatás, interneten küldözgetett tananyag. Több együtt töltött idő a családdal. Bizonytalankodás, hogy most mi lesz, mi várható, és meddig tart ez a szokatlan és új helyzet, mi lesz a gazdasággal, és így tovább. Na, ezekkel mit kezdjünk? Reménytelen vállalkozás-e, ha lelkesíteni próbálnak titeket. A tanulás. Milyen csúnya szó is ez. Már a tanév elején mondtam diákjaimnak, hogy cseréljük ki a tanulás szót kincskeresésre. A szívedbe és eszedbe gyűjtöges, az az igazi kincs. A pénz és tárgyi dolgok könnyen válnak hűtlenek ki hozzád, kevésbé maradandók. De még a testi egészség is, a fiatalság, maga az egész földi életünk, vagy az olykor elmaradozó régi barátok is, azt bizonyítják, hogy minden megmozdul, minden elmozdul. Isten és ember szoros, organikus kapcsolata lehet a stabil pont, ami átsegít ezen a változékony, kusza összevisszaságon, amit tarka-barka létezésnek nevezhetünk. Jézus a szőlőtő, tőke, te vagy a szőlővessző. A szőlővessző a szőlőtőből táplálkozik, és ha leszakad róla, elpusztul és nem hoz gyümölcsöt. Legyen valahogy otthonos számodra az, ami itt és most veled van. Legyen hozzá közöd. Minél jobban megismersz valamit, annál inkább a tiéd. Egyik tanárom mondta mindig, neked szól, rólad szól a mese. Aki kíváncsi, hamar megöregszik, mondják. Ezzel a mondással vitatkozni szoktam, mert inkább a kíváncsiság tart fiatalon. Legyél kíváncsi, hogy friss maradj. Aki már nem kíváncsi az új dolgokra, azt bizonyos tekintetben halottnak is nevezhetjük. Tanulj meg valami újat minden nap. Otthon vagy. Amit tegnap még nem tudtál, egyszerű dolgok is lehetnek ezek, például tanulj meg palacsintát sütni, vagy felfedezni valamit a lakásodban, amire eddig nem volt még figyelmed, vagy tanuld a másokra figyelést, a meghallgatást, a mások szavában nem belevágás művészetét. Érdekes tapasztalat az, hogy mennyit türelem kell például a családtagjaidhoz is. És lehet, hogy ez egy új tapasztalat. Tanuld a békét. Tanuld Istent, mert ő a legfontosabb tanulnivaló. Belekezdhetsz valamibe, ha van hozzá kedved. Ez egyszerű. Befejezni is egyszerű. Álhatatosan tovább folytatni, szorgalmasan kitartani, ez a nagy dolog. Jelölj ki célt. Akinek van célja, tovább élhet. Mert nagyot álmodni, de álmaidért dolgoz. Csak akkor számít valaki legyőzöttnek, ha ő maga azt mondja, le vagyok győzve, ha ő maga feladta. 100 000 átok sem állíthat meg, miben hiszek, azt végigcsinálom. 100-szor eltaposhatsz, újra felállok, az utat végig kell járnom, ezt énekelt a gyerekkorom a Kalapács József. És ha nem tudsz repülni, hát fuss, ha nem tudsz futni, gyalogolj, ha nem tudsz járni, mász, bármit teszel, nem állhatsz meg, menned kell az utadon, ezt Martin Luther King mondta. És most jön az imádság, Szent Ferenc imája. Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek, ahol sértés lakik, oda megbocsájtást vigyek, ahol széthúzás, oda egyetértést, ahol tévedés, oda igazságot, ahol kételkedés, oda hitet, ahol kétségvesés, oda reményt, ahol szomorúság, oda örömet,
Uram, add, hogy inkább én igyekezzek vigasztalni, mint hogy vigaszt várjak. Inkább én törekedjek másokat megérteni, mint hogy megértést óhajtsak. Inkább szeressek, mint hogy szeretetet igényeljek. Mert önmagunkat elfelejtve találjuk meg önmagunkat. Ha megbocsájtunk, akkor nyerünk bocsánatot. Ha meghalunk, akkor ébredünk fel az örök életre. Mondani valóm végén egy kis kedélyesség, tegnap találtam ki. Isten nyugodt, pillangó nyugodt, szarvas bogár nyugodt, méhecske nyugodt, légy nyugodt, légy nyugodt.